Sziasztok, szép napot mindenkinek, üdvözöllek titeket a Még Idén kampány legújabb videójában, és ma egy elképesztően finom dolgot fogunk készíteni, ez pedig a sült zöld paradicsom. Bevallom őszintén, én eddig nemhogy nem ettem sült zöld paradicsomot, hanem azt se tudtam, hogy ilyen így létezik. De anyukám olvasott egy könyvet ugyanezzel a címmel, sült zöld paradicsom, és abban ezt a finomságot ették, és mivel nemrégiben jártam a mesefaluban, ahol rengeteg zöld paradicsomunk volt, ami így néz ki, paradicsom, ami zöld, ezért kitaláltuk, hogy akkor kipróbáljuk. És annyira finom volt, hogy muszáj volt elhoznom a receptet, ami egyébként hihetetlenül egyszerű. Itt már előkészítettem pár paradicsomot, tehát nagyjából ilyen darab kákra vágtam, sóztam, borsoztam, és hagytam egy picikét állni, hogy levetengedjen, ugye a levét azt kiöntöttem, és ezek után már csak be kell panírozni, és ki kell sütni, és azért, hogy még egy kicsit egészségesebb legyen, és a Még Idén kampányhoz jobban kapcsolódjon ez a recept, éppen ezért én kókuszolajban fogom a végén kisütni, de hogyha az nincsen otthon, akkor végül is bármiben kisüthetitek, mennyei finom, próbáljátok majd ki. Ezzel bizony elkészültem, és hát fantasztikus illata van. Az íze pedig mennyei, már egy kicsikét meleg. Egyébként ez egy jó tipp lehet, hogy ez melegen is fantasztikus ízű, viszont hogyha megvárjátok, hogy kihűljön, szerintem úgy talán még egy fokkal finomabb. Próbáljátok is, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!